A hit kapuja. Székely János püspökatya és Kindelmann Győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a szép szeptemberi délutánon. A mai műsorunkban egy talán sokakat érdeklő témáról szeretnénk majd együtt gondolkodni, mégpedig a magánkinyilatkoztatásokról. A természet fölötti jelenségek mindig is foglalkoztatták az embereket. A Bibliában is számos helyen olvashatunk arról, hogy Isten angyalokat küld az emberekhez, hogy közöljék velük az ő akaratát. Számunkra viszont, és főleg az utóbbi 200 évben a legismertebb azok a jelenések egész pontosan, amelyeket a szűzanya személyéhez köthetünk. Állítólag az elmúlt 2000 év során 20-21 ezerre tehető a Mária nevéhez köthető magánkinyilatkoztatásoknak a száma, de hát a 19-20. Században aztán az egész világon ismerté váltak a nagy jelenések, amelyeket mindnyájan ismerünk, Lourdes, Fatima, Bannő, vagy pedig korunkban a még le nem zárt Medjugorje. Hát ezeken felül persze számtalan kevésbé ismert, valós, vagy éppen állítólagos kinyilatkoztatásról tudunk, amelyek napjainkban is zajlanak, de hogyan is álljunk hozzá mindezekhez? Vajon, és ez már rögtön egy kérdés is, hogy Jézus Krisztus vagy Szűz Mária miért szólnak ilyen rendkívüli módon időről időre hozzánk emberekhez? Hiszen azt valljuk, hogy a Szentírásban már a teljes kinyilatkoztatásban foglaltadik. Püspök atya, mondhatnak újat ezek az úgynevezett magánkinyilatkoztatások számunkra? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. És hadd kezdjük onnan, hogy az egyházunk meg van győződve arról, hogy Krisztusban a kinyilatkoztatás teljességét megkaptuk. Ez azt jelenti, hogy az Úristen az ő egyszülött fiában mindent átadott nekünk, önmagát adta át nekünk, az igazságnak, a szeretetnek, a kegyelemnek a teljességét, ennél többet ő nem adhat. Krisztusban maga az élő Isten jelent meg és ajándékozta önmagát a világnak. Ahogy Jézus mondja is, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el soha. Tehát Krisztusban az Isten mindent kimondott. És ilyen értelemben a magánkinyilatkoztatások ehhez lényegileg nem tehetnek és nem is tesznek hozzá semmit. Tehát ezt a fajta kinyilatkoztatást nem kell kiegészíteni. De akkor Jézus vagy Szűzanya csak ismétli önmagát? Vagy miért van jelentősége? Mert azért csak van jelentősége, hiszen vannak kivizsgált és elfogadott magánkinyilatkoztatások, egyházilag elfogadott magánkinyilatkoztatások is. Igen, ezzel együtt, hogy hiszünk abban, hogy Krisztusban a kinyilatkoztatás teljessége megjelent. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezt a kinyilatkoztatást az egyház teljes egészében azonnal meg is értette és be is tudta fogadni. Mert az emberi megértés az mindig véges. Tehát egy hosszú folyamat, amíg az ember, az egyházunk a kapott kincset lassanként kibontogatja, és ezért beszélünk dogma fejlődésről is. Tehát az egyház tanítása bontakozik, fejlődik, de ez nem azt jelenti, hogy valami többet kapunk, csak a megkapott kincset, Krisztust értjük meg egyre teljesebben. És emellett a Biblia is beszámol arról, illetőleg utal arra, hogy lehetségesek különleges adományok, karizmák egy-egy keresztény ember életében. A karizmák között például szerepel a profétálás, ami pontosan egy ilyen lélektől ihletett beszédet jelent. És az egyházunk mindig is lehetségesnek tartotta, hogy a Szentlélek, aki jelen van a történelemben, különleges módon is egyes embereknek üzenetet, kinyilatkoztatást adjon. Ez lehet akár a saját személyes életére vonatkozó döntésben, helyzetben segítség, vagy akár egy adott történelmi helyzetben az egyháznak adott útmutatás, figyelmeztetés. Tehát egy konkrét helyzetben
adott világosság vagy erő. Teológiailag a magánkinyilatkoztatást lehet úgy is fölfogni, és sok teológusunk ezt így teszi, hogy ez a kegyelmi életnek egy különleges, rendkívüli megnyilatkozása. A kegyelmi élet ugyanis nem mást jelent, mint Isten élete bennünk. Tehát maga az Úristen vagy a Szentlélek dolgozik egy emberben, és ennek néha egyes emberekben egészen rendkívüli megnyilatkozásai is lehetségesek. Vagyis az egyházunk lehetségesnek tartja, hogy vagy az adott személy javára, vagy néha akár egy nagyobb közösség, akár az egész egyház javára is, az Úristen egy ilyen különleges üzenetet adjon, ami nem tartalmilag tesz hozzá, hanem abban a történelmi helyzetben egy fontos útmutatást ad, vagy a közösségnek, vagy egyszerűen csak egy egyén számára. Az egyik kedvenc filmem a Legyetek jók, ha tudtok című alkotás, amely Néri Szent Fülöp életét dolgozza föl, bizonyára a kedves hallgatók is sokan ismerik ezt a opuszt. És a filmnek van egy vágatlan, ezért talán kevesebbek által ismert változata, amelyben van egy nagyon érdekes epizód, amely a következőről szól, hogy híre megy Rómában, ugye a 16. században járunk, hogy Rómában egy apácának látomásai vannak, és a pápa megbízza Fülöp atyát, hogy hát vizsgálja ki az esetnek a valódiságát. És a Fülöp erre rongyos vándorként, bár nem is kellett nagyon átöltöznie, hiszen egy nagyon egyszerű öltözködésű ember volt. Tehát rongyos vándorként elmegy az említett kolostor templomába, ahol az apáca éppen imádkozik. Fülöp atya odalép hozzá, és azt mondja neki, hogy nagyon hosszú útra érkeztem, szeretnék megpihenni, és annyira fáj a derekam, hogy lehajolni se tudok. Nővér, segítsen nekem levenni a cipőmet. És a nővér ránéz a rongyos, elpiszkolódott cipőre, és felháborodottan csak ennyit mond, hát én nem vagyok szolga, és különben nincs is erre nekem időm, én imádkozni akarok. És akkor a Fülöp atya nem is szól többet, elmegy, és ezt mondja a pápának tájékoztatásul, hogy a látomás nem valódi, vagy nem Istentől származik, mert a látnokban nincsen alázat. Most ez egy nagyon frappáns és nagyon szép történet, de hát azért az egyház manapság ennél sokkal részletesebben vizsgálja ki az efféle eseteket, tehát a magánkinyilatkoztatások hitelességét. Püspök atya, milyen kritériumai vannak ma annak, hogy az egyház hitelesnek nyilvánítson egy magánkinyilatkoztatást? Miket vizsgálnak ilyenkor? Alapvetően három dolgot. Az első a magánkinyilatkoztatásnak a megegyezősége az egyetemes általános nyilvános kinyilatkoztatással, tehát a Szentírás tanításával, illetőleg az egyháznak a szent hagyományával. Nyilvánvaló, hogyha egy magánkinyilatkoztatás ennek gyökeresen ellent mond, akkor nem lehet az Istentől származó. Ehhez azért rögtön hadd tegyem azt hozzá, hogy minden magánkinyilatkoztatás átszűrődik a látnoknak, vagy hát annak a személynek, aki az üzenetet kapja, a saját lelki világán, képvilágán, annak a kornak a stílusán, ahogy szokták is mondani, hogy a magánkinyilatkoztatásoknak megvan a maga stílusa, tehát másképpen fejezte ki magát egy 12. századi keresztény, mondjuk, mint manapság, és ez teljesen természetes is, tehát ezen túl kell lépni, és ezt meg kell próbálni megérteni, értelmezni. De ha gyökeres ellentmondás van a kinyilatkoztatásnak, az állítólagos kinyilatkoztatásnak a tartalma és az Isten nyilvános kinyilatkoztatása között, akkor nyilván a magánkinyilatkoztatás nem lehet hiteles. A második dolog, amit vizsgálnak, ez a látnok vagy az illető személy, aki kapja a kinyilatkoztatást, az ő hitelessége. És ide tartozik a Néri Szent Fülöp féle történet is, ami tudomásom szerint történetileg hiteles, tehát ez nem csak egy filmbeli epizód, hanem valami hasonló valóban történt, hogy Fülöp atyát küldte a Szent Atya egy ilyen különleges szerzetes nőnek a megvizsgálására, és ő ezzel indított, hogy a cipőjét kellett éppen levenni vagy megtisztítani. Mit vizsgál az egyház a látnokkal szemben? Mindenek előtt a szava hihetőséget, tehát hogy őszinte, egyenes, áttetsző ember, akinek nem hátsó gondolatai vannak. Illetőleg nagyon vizsgálja azt is, hogy a hite egészséges-e, tehát tud-e például engedelmes lenni az egyház iránt, a lelki vezetője iránt. Fülöp atya egy kicsit ezt is piszkálta meg a nővérnél, hogy van-e benne alázat, van-e egyszerű
engedelmesség, vagy ilyesfajta hozzáállás, akár egy egyszerű pappal szemben. A harmadik, amit tehát a látnokkal szemben még megnéz az egyház, az életszentségnek a jelei. Természetesen az, hogy valaki magánkinyilatkoztatást kapjon, az nem attól függ, hogy neki a személyes kegyelmi élete éppen milyen magas fokon van, nem kell, hogy ő szent legyen. De azért nagyon gyakran úgy történik, hogyha valaki egy ilyen kegyelmet kap, az úgy hat az emberre, hogy őt az életszentség útján vezeti, segíti. És ha ennek nagyon nem látszanak jelei, vagy inkább az ellenkező jelek látszanak, akkor az egyház nagyon-nagyon óvatos. Tehát ha egy látnokon nem látszik az, hogy őt áthatotta a kegyelem, és az egész életét megújította, vagy ez a kegyelem erőteljesen az életében megjelenik, akkor megint csak az egyházunk óvatos. A látnoknak figyelik a pszichikai egészségét. És ugyanis tudjuk azt, hogy nagyon sok olyasfajta betegség vagy kórtünet van, túlérzékenység, hisztéria, hallucinációk. Van olyan típusú ember, aki ilyen vizuális típus, tehát nagyon könnyen elképzeli, hogy ő valamit lát, kényszerképzetek, tömegszuggesztió. Csak ide egy pillanatra közbevágolok, hadd szóljak közbe elnézést, hogy olvastam valahol, hogy ha valahol nagyobb magánkinyilatkoztatás történik, például akár Lourdot vagy Fatimát is alapul vehetjük, akkor hirtelen azon a környéken nagyon-nagyon elszaporodnak az idézőjeles magánkinyilatkoztatások. Mindig azt mondja, hogy én nekem is volt, és ez kicsit erre a pszichikai problémára vezethető vissza, amit említettél, Püspök atya. Igen, tehát vannak idegileg kicsit olyan ingatagabb, túlérzékeny emberek, akik hajlamosak ezt akár jó hiszeműleg is, de valahogyan elképzelni. És nyilván ezt ki kell zárni ilyen vizsgálatok során. A harmadik alaptéma pedig, amit vizsgálnak, a gyümölcsök. Tehát ha valóban az isteni kegyelem megjelenik, annak kell, hogy legyenek pozitív kegyelmi gyümölcsei, mégpedig maradandó gyümölcsök. Itt gondolnak természet fölötti jelenségekre, főleg gyógyulásokra vagy csodákra, de gondolnak akár a megtérésekre, a kegyelmi életben való megerősödésre. Tehát minden hiteles magánkinyilatkoztatás körül lehet látni, hogy ez jó gyümölcsöket terem. Az egyházi életben a magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatban két nagyon ellenpontos véleményt lehet a napjainkban tapasztalni. Az egyik az a kategória, amikor az emberek szinte fenntartás nélkül mindent elfogadnak, hogyha valamilyen ilyen miszticista, vagy misztikus ködbe burkolózó látomás, magánkinyilatkoztatás akármiről hallanak. A másik pedig, akik annyira racionálisan gondolkodnak, hogy bár hithű katolikusok, de akik is mereven elzárkóznak minden ilyenfajta dolog elől. Na most az utóbbihoz kapcsolódva kérdezem, Püspök úr, hogy részesei a magánkinyilatkoztatásban foglalt közlések a mi hitletéteményünknek, tehát a mi hitünknek, vagyis kötelezően el kell hinnünk, akár mondjuk egy egyházilag elismert jelenésnek a valódiságát is, és az ott elhangzott közléseket, kvázi hitletéteményként kellene nekünk ezt kezelnünk. Nem az egyetemes hitletétemény részei, hanem esetleg arra rá tudnak mutatni, vagy abban meg tudnak erősíteni. Aki maga kapja a magánkinyilatkoztatást, az bizonyos értelemben, amennyiben meggyőződött ennek a hitelességéről a saját személyes életében, akkor köteles ezt elhinni. Nyilván, tehát ő számára a hit engedelmessége a természet fölötti jelenséggel kapcsolatban fennáll. Egy kívülálló személy, akinek ő ezt mondjuk elmeséli, vagy átadja akár nagyobb körben, ő nyilván nem tud ilyen értelemben meggyőződni arról, hogy az esemény maga hiteles-e, és éppen ezért erre a fajta engedelmességre nincs kötelezve. Őt nem erősíti meg az egyháznak a tanúság tétele sem, ami az egyetemes kinyilatkoztatásnál megvan. Vagyis az egyházunk soha nem állítja azt, hogy bárki is köteles lenne bármilyen magánkinyilatkoztatást elhinni. Hanem ez az embernek a saját személyes hozzáállásán, hitérzékén is múlik. Nem szükséges az embernek az üdvösségéhez sem, mert
a kinyilatkoztatásban megkapja a kegyelmi eszközöknek, az igazságoknak a teljességét, tehát nem hiányzik az ő hitéből semmi. Vagyis semmilyen módon nem kötelez erre az egyházunk. Azért jó azt is látni, hogy ezzel együtt, és a nagyon nagy óvatossággal együtt az egyházunk komolyan veszi azt, hogy a Szentlélek jelen van, és szólhat hozzánk. Hogy mennyire komolyan veszi, hadd mondjak egy-két példát, amit talán nem is tudunk annyira konkrétan. Kevesen tudják talán, hogy az Úrnapja ünnepe. Ez egy magánkinyilatkoztatásból indul el. Lütihi Szent Juliannának az üzenetei, látomásai 1209-ben, ahol ő azt az üzenetet kapja, hogy hiányzik egy nagyon fontos ünnep az egyházi évből, egy nagyon fontos titkot kellene még ünnepelnünk, az oltári szentséget. És az egyik teológus, aki vizsgálja ezeket a látomásokat, aki őt személyesen ismerte is, és nagyon mélyen hatott erre a teológusra az, amit Szent Juliannában megsejtett, meglátott. Ez később pápa lett, IV. Orbán pápa. Aztán egy másik döbbenetes esemény még hozzájárul, a bolszénai mise. Egy kételkedő pap kicsöppen a szentvér a kehelyből, és a korporálén, a kis terítő, mint vércsepp jelenik meg. A pap ezen teljesen megdöbben, és ezt meghallja a pápa is, IV. Orbán, és végig is ennek hatására rendeli el ő az Úrnapja megünneplését az egész egyházunk számára. De az egész, tehát egy apácának, Lütihi Szent Juliannának a kinyilatkoztatásából, az üzeneteiből, amit ő az Úristentől kapott, származik. Ugyanilyen a Jézus szíve tisztelet, ami jelenleg már teljesen általános és elfogadott, de az elindulása a Lakok Szent Margitnak a látomásai, üzenetei, az első pénteknek a kérése az Úr Jézus részéről, és aztán eléggé nehéz módon egyébként jezsuiták azok, akik leginkább fölkarolták ezt a lelkiséget, és 1856-ban 19. Pius pápa rendeli el az egész egyház számára a Jézus szíve ünnepet, és ezzel hagyja véglegesen jóvá ezt a fajta lelkiséget. Tehát az egyháznak nagyon nagy a nyitottsága is, azzal együtt, hogy minden esetben rendkívül óvatosan vizsgálja meg a kinyilatkoztatás hitelességét. Erre az óvatosságra csak hadd mondjam el alátámasztásul, hogy olvastam néhány olyan dokumentumot, amelyben az egyház magánkinyilatkoztatásokról a végső szót kimondja, és akkor nem, ha nincs semmi probléma, mondjuk egy lelki naplóban, egy leírt közléseknek a kiadott formájában, ha nincs is semmiféle probléma egyházilag, akkor is csak azt mondják, nem az, hogy hiteles vagy nem hiteles, azt mondják, hogy nincs benne semmi, ami ellent mondana a katolikus hitnek. Tehát ilyen óvatosan fogalmaz, sőt, most így eszembe jut a Boldogult II. János Pál pápa egyik utolsó boldogávatott személye volt Emerich Katalin. Ő egy talán 18. századi, ha jól tudom, apáca volt, németföldi apáca, akinek olyan látomásai voltak, hogy a Jézus Krisztus földi útját végigélte, és ezt egy költő korának egyik nagy költője az ő diktálására le is jegyezte. Azt hiszem, magyarul is olvashatjuk ezeket a műveket. És amikor boldog állvatták, akkor megkérdezték vagy a Szent Atyától, vagy a közvetlen környezetéből valakik, hogy na hát most akkor ezzel elfogadták azt, hogy ezek a látomások hitelesek, és azt mondta, hogy nem, semmi köze. Itt arról van szó, hogy Emerich Katalinnak az életszentsége volt az, ami miatt boldogávatták, az egyház a látomások ügyében se pró, se kontra nem nyilatkozik mind a mai napig. Ez csak egy ilyen érdekes dolog. Viszont ha már itt tartunk, van a magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatban egy eléggé kényes téma. Gyakran előfordul, hogy nagyon népszerű zarándok helyé válik egy-egy még el nem ismert jelenésnek a helyszíne. És az is gyakori, hogy a helyi püspök, vagy
egyházi előjáró kéri, sőt, néha egyenesen tiltja, ezt itt akár Magyarországon, akár környező országokban is hallhattunk ilyenről, hogy a hívek az egyházi kivizsgálás végéig ezekre a helyekre legalábbis szervezett formában ne zarándokoljanak. Ilyen például a medjugorjei zarándokhely, mely mára már a világ egyik legnagyobb zarándokhelye, de ameddig ugye nincs vége a jelenéseknek, addig az egyház igazándiból érdemben nem is mondhatja ki a végső szót. No, de mit gondoljunk mindenről? Tehát hogyan álljunk hozzá, még el nem ismert kinyilatkozásokhoz? Sokan ismerjük, úgy gondolom, a leghíresebb kegyhelyeinknek a történetét, például a lurdi jeleneseket, ahol volt szintén egy nagy óvatosság, de nagyon hamar jött egy-két rendkívül erős és szinte megkérdőjelezhetett ilyen jel, a rózsabokornak a kivirágzása egészen a tavasznak a kezdetén, amikor ott még nagyon nagy a hideg. Utána aztán a forrás, ami fölfakadt, és ahol nem sokkal később megtörtént az első csoda, egy Latapi nevű asszonynak a keze, beletette a kezét, és a keze újra meggyógyult. És aztán a legdöbbenetesebb, ami a plébános teljesen meggyőzte, Pejermál abbét, az ahogy Bernadett rohan, azért is, hogy el ne felejtse ezt a bonyolult szót, vagy kijelentést, amit a titokzatos hölgy neki mondott, amikor a nevét kérdezte, és így futva ismételgette magában, és kiáltotta neki, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Amit a kislány abszolút nem is értett. Tehát a plébánosnak ekkor vált teljesen világossá, hogy itt természet fölötti eredetű esemény van, és aztán nem, nyilván az egyház vizsgálta még tovább is, de elég hamar ez a fajta meggyőződés kialakult. És ez érdekes dolog, elnézést megint, hogy közbevágok, csak nem tudom magamat tartani, hogy pontosan ebben az időszakban, ez az 1850-es évek, amikről beszélünk, amikor az egyházban a szeplőtelen fogantatás dogmája úgymond terítéken volt, tehát hogy ezt elfogadják, kihirdessék-e dogmaként, vagy pedig vessék el. És ez egy hatalmas nagy alátámasztás volt. Bár nem tudom pontosan időben ez hogy volt, hogy már meg ki volt a... Későbbi a Lourdes. Későbbi a Lourdes? Akkor elnézést, de minden esetre egy nagyon nagy... van a dogma, 1854. És 58 körül volt, ha jól tudom. Tehát ez mint egy isteni megerősítése annak, amit a tanítóhivatal kimondott. És hát kicsit hasonló Fatima, ahol megint csak elég nagy az első időkben a kételkedés, de aztán elég hamar történik nagyon sok természet fölöttire utaló jel, és az egyházunk hitelt ad mindannak, ami ott, vagy hát kijelenti, hogy nem áll ellentétben a kinyilatkoztatással, és engedélyezi a zarándoklatokat. Annyira, hogy a portugál püspöki kar nem sokkal a jelenések után ünnepélyesen Portugáliát fölajánlja a fatimai szűznek, és nagyon sokan ezt kapcsolatba hozzák azzal, hogy Portugália a II. Világháborúból teljesen ki is tudott maradni. Tehát ezt a fölajánlást az Úristen komolyan vette. Sőt, talán azt is tudjuk, hogy Ausztriában egy nagyon hasonló dolog történik, egy nagyon lelkes, nagyszerű pap, Páter Pétrusznak a közbenjárására szintén történik egy fölajánlás. Ausztriában is nem sokkal később a szovjet hadsereg elhagyja Ausztriát, ami teljesen váratlan esemény volt, egyáltalán nem volt ez a politikai forgatókönyvben benne. Tehát ezeknek a jelenéseknek voltak olyan természet fölötti jelei, amik végül is az elfogadáshoz vezettek. Én azt gondolom, hogy azoknál a helyeknél, ahol ez még nincs meg, mint például Medjugorje, nagyon fontos, hogy mi katolikus keresztények nagy türelemmel és alázattal várjuk az egyháznak a végleges döntését. Ne akarjuk ezt különlegesen siettetni. Higgyünk abban, hogy a Szentlélek valóban vezeti az egyházunkat, ahogy Krisztus ígért, hogy a Szentlélek elvezet titeket a teljes igazságra. És próbáljuk megérteni az egyházunk óvatosságát, amire maga Krisztus intette a tanítványait. Nagyon kevés dolgot jelzett ő előre, mint az egyházára váró nehézségek, problémák, feladatok, de ez például igen. Azt mondta, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy itt vagyok, vagy ott. Azt mondja, ne higgyetek nekik.
sok hamis proféta támad majd. És hát Szent Pál apostol is írja, hogy az állítólagos kinyilatkoztatásokat illetően ne veszítsétek el túl hamar a józanságotokat. Vagy Szent János apostol a levelében azt mondja, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, mert sok hamis proféta támadt. Tehát a Bibliában nagyon bőségesen találunk erre az óvatosságra intő mondatokat, és azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség is van. A magánkinyilatkoztatások elsődleges vizsgálatánál ki az illeték, és a helyi ordinárius, tehát a helyi püspök vagy előjáró ezek szerint? Ő maga elrendelhet egy vizsgálatot, és utána aztán ez mindig a hittani kongregációhoz. Uh-huh. Tehát most mondok egy nagyon fiktív példát, van mondjuk egy zarándokhely, ahol a püspök azt mondja, hogy kérem, ne zarándokoljanak ide, mert egyáltalán nem bizonyított ennek a hitelessége, és mondjuk jön valahonnan távolról egy érsek, vagy egy bíboros, egy egészen másik egyházmegyéből, és ő azt mondja, hogy no kérem szépen, itt a szűzanya valóban megjelent mondjuk, vagy hát én hiszem, hogy megjelent, akkor most a kettőt egymás mellé vagy szembe kell állítanunk. Nem egészen szerencsések az ilyesfajta látogatások. Tehát egy másik egyházmegyéből hivatalos küldetés nélkül ott megjelenni, ez azt gondolom, hogy a híveket is kicsit megzavarja, hirtelen ők se, és akkor ezt kezdik gondolni, a saját püspökünk a gonosz, ez a másik püspök a jó. Tehát nem egész szerencsés. Én azt gondolom, hogy a leghelyesebb, ténylegesen, ha az egyházunk elkezdte ennek a vizsgálatát, akkor azt türelmesen alázattal kívánni.